Milyen indítatásból választottad ezt a hivatást? Édesapám autószerelőnek szeretett volna, azt szerette volna, hogy autószerelő legyek, én pedig nagyon nem, mert hát nem is piperkőc vagyok, de tőlem távol áll, hogy minden nap ugyanoda megyek be dolgozni, koszos, büdös, fénytelen műhelybe, tiszta kosz leszek, és az nem az én világom volt már a kezdettől fogva sem, de hát természetesen az ő iránta való tiszteletből ugye az iskolát elvégeztem, amit egyébként nem is bántam meg, mert nyilván tudom használni, percet nem dolgoztam ebbe, én már az általános iskola végén tudtam, hogy ebben fogok foglalkozni, vagyis hogy ebben akarok foglalkozni, és hát így hozta a sors, hogy ebben foglalkoztam egész életembe. Mikor kezdtél el oktatóként dolgozni? Hát nagyon korán, 14 évesen a székesfehérvári MEOE helyi szervezeténél léptem be a kutyaiskolába. Oda kezdtem első kutyámmal járni, és nagyon hamar, néhány hónap után már megkértek az ott lévők, tehát az egyesületet vezetők, meg a kutyaiskolát vezetők, hogy ha volna kedvem, akkor szívesen látnának ott ilyen segédoktatóként, aztán abból azért elég hamar kinőlt a dolog, hiszen 19 évesen már a saját iskolámat csináltam. Székesfehérváron az a Badog Center, hogyha jól tudom. Így van, amit aztán a marketing tanulmányaimnak köszönhetően megszüntettünk, és most már személyes márkát építünk, tehát Nyakas Gábor Dogcoach néven fut az iskola tovább, de igen, ez annó még a Badog Centerként indult. A világon semmi nincs ingyen. Semmi. Ezt el kell fogadni. Jó, és itt nem pénzről beszélek. Itt nem pénzről beszélek, semmi nincs ingyen. A jutalomfalatnak, mint intézmény, az a jelentősége a jutifalatnak, hogy bármelyik kutya motiválható jutalomfalattal, még az is, amelyikre most azt mondjátok, hogy ő nem hajlandó elvenni a jutalomfalatot, általában azért nem hajlandók elvenni a jutalomfalatot, mert állandóan kint van előttük egész nap a kaja, dagatra vannak etetve, stb. Vagy túl öreg, vagy túl tetek hozzá. De a legfontosabb, hogy a jutalomfalattal tökéletesen elérem mindenféle kényszer nélkül, hogy a kutya azt csinálja, amit én akarok, és a gyakorlati foglalkozáson minden egyes kutyán be fogom mutatni azt, hogy azt a német juhászt átveszem, és meg sem mer nyikkanni a kezembe, és semmi erőszakot nem fogok alkalmazni nála. Meg fogom mutatni most, hogy hogyan kell elérni azt, hogy a kutya akarjon dolgozni velünk. Mi az oktatásodnak az alapelve? Hát, amit itt az bemutatón is elmondtam, hogy nincsen univerzális módszer, nincsen, hogy tökéletes módszer. Valaki minél több módszert ismer meg, minél több technikát ismer meg, illetve minél jobban ismeri a kutyáját, annál könnyebben fog tudni megbirkózni egy-egy tanulandó dologgal, vagy egy-egy élethelyzettel. Ezt az oktatási elvet, amit képviselsz, ezt ugye úgy érdemes és úgy célszerű beiktatni a kutyánk életébe, hogy már a kezdetektől kölyökkorba. De mi van azokkal a kutyákkal, akik már több évesek és menhelyről befogadjuk őket? Ők náluk is lehet használni ezt a módszert? Vagy mennyire sikeres náluk ez a módszer? Hát én azt gondolom, aki engem ismer, azt tudja, hogy igazából, ha lehet ilyet mondani, a hírnevet én pontosan az ilyen kutyáknál szereztem, hiszen ez a módszer nem csak a kölyök kutyáknál, hanem nagyon jól működik azoknál a kutyáknál, amiket felsoroltál, illetve gazdáiknál, mert nagyon fontos, hogy én elsősorban a gazdikat tanítom, csak nyilván a módszereim nagyon hatásosak, és ami nagyon fontos, hogy a kutyák számára nagyon élvezetesek. Én megtanítom a kutyának a csupa hasznos dolgot, megtanítom jobb oldalt, bal oldalt menni a kutyát. Miért tanítom meg jobb oldalt, bal oldalt menni a kutyát? Elmondom, úgyse tudjátok rá választ, mert még mindig nem kutyafejével gondolkodtok, mert életszerű, mert ráverek a kalapáccsal az ujjamra, az Anita elvágja a főzés közben az ujját csontig, és nem tudja balkézbe fogni egy hétig, két hétig a pórászt,
tudja már jobb oldalt vezetni. Vagy sétálunk itt a parkban, én ott jövök a járdán, tiszta víz a fű, mert esett az eső, nem akarok lelépni a fűre, de ott jössz a gyermekeddel a járdán. Nem várom el, hogy ha te a járda jobb oldalán mész, és én veled szembe jövök, hogy tegyél át a jobb oldalra. Tudjam átvenni a kutyámat már jobb oldalra. Ha lakásban van a kutya, akkor azon a parkon gyakorlok, ahova minden nap leviszem a kutyát, és lehetőleg nincs ott 100 ember, 100 másik kutya. Akinek van udvara, mindig a saját udvaromban gyakorlok. Miért? Nincs elvonó inger a kutya otthon, minden fűszálat ismer, semmi nem vonja el a figyelmét, én leszek neki a legérdekesebb, és a kezembe lévő jutalomfalat. És ezt kell elérni minden kutyánál, hogy a kutya rám nézzen, ő akarjon. Ez a kutya azért nem száll le rólam, mert ő akar tőlem valamit, és nem én akarok tőle. Meg kell értsétek, el kell érni, hogy ő akarja, mert amíg te akarod, nem fog működni. A tapasztalataid alapján a frissen érkező tanítványaid hamar el tudják fogadni, hogy igen, át kell billenniük egy másfajta gondolkodásmódba, vagy azért az okoz nehézséget? Nálam nincs választásuk. Tehát nagyon szeretem úgy csinálni az órákat, a foglalkozást, hogy élvezze a gazda is, mert ha élvezi a gazda, akkor élvezi a kutya, tehát ez mindenkinek jó, de nem hagyok választást, hiszen, és ezt nem úgy kell érteni, hogy én rájuk erőszakolom, ők az első óra végén azt fogják mondani, hogy tényleg, mert én meg fogom mutatni nekik, hogy amit ők gondolnak és amit ők csinálnak nem működik, és ahogy én gondolom és én csinálom, az pedig működik, és nem egy hét múlva, egy hónap múlva, hanem azonnal ott már mindjárt az első alkalommal, amikor találkoznak velem. Szerinted milyennek kell lennie egy ideális gazdinak? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem lehet általánosítani, hiszen ahány féle kutya, annyi személyiség, annyi típus, de én azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb jellemzője, ami kell a gazdának legyen, hogy előrelátó legyen, tehát preventív legyen, tudjon előre gondolkozni, hiszen a kutya nevelésben, képzésben az a lényeg, hogy mindig egy lépéssel a kutya előtt járjunk, hogy már ne a kialakult hibákat kelljen korrigálnunk, hanem meg tudjuk előzni azokat a dolgokat, amiket nem szeretnénk, hogy a kutya csináljon, és én azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb a gazdáknál, és csak ezután jön az, hogy kitartó, hogy türelmes, az, hogy nyugodt, de ettől talán sokkal fontosabb az, hogy olyan ember vegyen kutyát, aki meg tudja teremteni a minimális szükséges környezetet a kutya számára. Ne fogod tenni a pórát, rászok a pénzt, rátudod a kezedre. A koncentrációs gyakorlat lényege az, hogy a kutya megértse. Akkor kap jutalomfalatot, simogatást, dicséretet, tehát pozitív megerősítést, a nyugodt és figyelmes. Természetesen, köszönöm szépen, természetesen a tanulás az egy folyamat. Bella? Nem, ide. Sem vagy ember. Jó. Bella. Ez egy folyamat. A kis francia bulldog sokkal nyugodtabb idegfolyamatú kutya, mint a Bella. Nem várhatom el a Bellától elsőre, hogy olyan nyugodt és figyelmes legyen, mint az a francia bulldog. Bella? Bella. Látjátok, neki egy kicsit több időbe tellett, hogy nyugodt legyen.